Köszöntöm az Orvos Válaszol nézőit, jó estét kívánok, boldog új évet kívánunk az adás nevében valamennyi nézőnek. Folytatjuk a sorozatot természetesen ebben az esztendőben is. A mai témánk, az új esztendő új témája, a hospice ellátás. Vendégünk itt a stúdióban Glidné Tilman Erzsébet, a Balassa János Kórház ápolási igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét! És természetesen itt van velünk állandó segítőnk dr. Tam Beatrix is. Szervuszba, jó estét! Említettem már ugye a bevezetőben, hogy hospice-szel foglalkozunk. Talán nagyon-nagyon sokan hallották már ezt a kifejezést a televízió nézők közül is, illetve mindenki, hiszen nem új keletű fogalomról van szó, majd hogy mikori fogalom, ez majd hamarosan ki is derül. De mégis, hogy alapvetően mit takar ez a kifejezés, azt tisztázzuk talán legelsőként. Jó estét kívánok a nézőknek is! Előjáróban azt szeretném mondani, hogy a hospice ellátást gyógyíthatatlan, súlyos betegeknek, a végstádiumban lévő betegeknek az ellátását jelenti, amely nem csak fizikai ellátást foglal magában, hanem a lelki és a spirituális ellátását is. És itt a hangsúlyt leginkább erre a lelki és spirituális ellátásra helyezném. A hospice ellátás gyakorlatilag 1967-ben dr. Cicely Saunders, egy angol orvosnő vezette be, ő nyitotta meg az első hospice házat Londonban, a St. Christopher házat, és Magyarországon pedig Polc Ellen ennek az elindítója, aki 1991. április 29-én megalapította a Magyar Hospice Alapítványt. Na most a fogalom azóta van Magyarországon, de a mai napig is sok helyen azért lehet, hogy a fogalom ismerős, de maga az ellátás nem annyira ismerős. Ugyan vannak már hospice alapítványok az ország több részében is, sőt, Tolna megyében is úgy tudom, hogy működnek, de ettől függetlenül nem általánosan elterjedt dologról beszélünk. Nagyon fontos lenne, és azért fogalmazódott meg bennünk a gondolat a kórház vezetésében, és nekem nagyon szívügyem ez a dolog, hogy az általunk ápolt, súlyos, többnyire daganatos betegségben szenvedő, végstádiumú betegek nyugodt, békés halállal tudjanak távozni, és olyan segítséget tudjunk nekik adni erre vonatkozólag, de nem csak nekik, hanem a családjuknak is, hogy önmagukkal megbékélve tudják itt hagyni a földi létet. Nagyon érdekes kérdés vetődött fel bennem azok alapján, amit elmondott az imént, hogy ugye itt Szekszárdon, a Tolna megyei kórház ez idáig, illetve itt Szekszárdon nem foglalkozott ezzel a dologgal senki, pedig említette, hogy Polc Ellen, ugye, aki Magyarországon felkarolta ezt a dolgot, és ugye tudjuk, hogy ő Mésző Miklós felesége, aki ugye abszolút kötődik Szekszárdhoz teljes mértékben, akkor most sikerült talán majd ezt a fajta hiányt pótolni? Igen, remélhetőleg sikerül, és úgy tudom, hogy Polc Ellen rövidesen ellátogat Szekszárdra is, más okból kifolyólag és máshova, de szeretnénk ezt az alkalmat kihasználni arra, hogy személyes ismerettséget kössünk vele, és a kórházba meghívjuk a későbbiek folyamán egy előadás tartására. Ugyanis itt mondom akkor el, hogy gyakorlatilag a munkánk egyik része a tulajdonképpen még a bevezető lépéseknél tartunk, de az egyik része az, hogy holnaptól háromnapos hospice alaptanfolyam történik Szekszárdon a kórházban. Miskolciak segítségével, ahol egy orvos, egy főnővér és egy lelkipásztor fog eljönni, és a hospice-nak az alap gondolataival, szellemiségével fog bennünket megismertetni. Ez egy háromnapos tanfolyam, egy alaptanfolyam, ami arra elegendő, hogy egyáltalán ezt a szellemiséget megismerjük. A későbbiek folyamán a hospice betegek ellátását végző teamnek egy másik középfokú végzettséget adó tanfolyamot is el kell végezni. És itt említettem a teamet, hiszen a hospice ellátásban sok embernek kell részt venni, tehát ez egy multidisziplinális ellátást jelent, ami orvosból, ápolóból, pszichológusból, lelkészből, mentálhigiénés segítőből, gyógytornászból, dietetikusból áll. Remélem, nem hagytam ki senkit. Köszönöm. Gyakorlatilag mindannyian közre működünk, vagy közre kell működnünk abban, hogy a beteg megkapja mindazt az ellátást, amit ebben az állapotában igényel.
Ugye a fizikai ellátást, azt és valamelyest a lelkit is most is megkapja a kórházban, a kórházban fekvő beteg, de nem olyan szellemben, mint amilyen szellemiséget a hospice képvisel. Hiszen erre nincs is nagyon idő sem mód, és nem mindannyian ismerjük ezt a formát. Na most, ami örvendetes számomra az az, hogy egy ilyen tanfolyamon nem nagyon tanácsos nagyon sok embernek részt venni. Jelen pillanatban 50-en vagyunk, akik ezen a tanfolyamon részt veszünk, és 38-an, akik már egy következő tanfolyamra várnak. Tehát én ezt nagyon reménykeltőnek gondolom a későbbiekre nézve, hiszen ha minél több nővér, minél több szakdolgozó megismeri ezt a szellemiséget, akkor ezt be tudjuk vinni a kórház falai közé, én úgy gondolom. Mennyire kell ezt csak a kórház falai közé bevinni, és mert emlegettük itt a családtagokat, hogyan lehet őket bevonni, és hogyan és miért kell őket bevonni? Igen. Tulajdonképpen a haldoklás az egy folyamat. Na most az elsődleges szempont itt az őszinte kommunikációnak kell legyen, hogy az az ember, aki eljutott egy olyan stádiumba, ahol a betegsége gyógyíthatatlanná vált, őszintén fel kell tárni a problémákat, és gyakorlatilag a haldoklásnak vannak stádiumai, amelyet Elizabeth Kübler-Ross fektetett le, és ezeken a stádiumokon végigmenve a betegek, ugyanúgy a hozzátartozók is végigmennek ezen. Na most, ha a hozzátartozók ismerik ezeket a stádiumokat, akkor sokkal könnyebben tudnak segíteni a betegnek elviselni ezeket. Egy párat felsorolnék azért ezek közül. Ugye kezdődik a tagadás állomásával, amikor egy beteg megtudja, hogy halálos betegségben szenved, és a betegsége gyógyíthatatlan, akkor tagadja a betegség tényét, egyik orvostól a másikig megy, mindenféle információt próbál beszerezni a környezetéből, mert nem akarja elfogadni, hogy ez ővele megtörténhet. Ezután a stádium után jön a düh stádiuma, amikor dühös magára, dühös a világra, dühös a környezetében élőkre, és ezt igen nehéz elviselni a környezetében élőknek akkor, hogyha nem tudják azt, hogy a betegség lefolyása ezzel együtt jár. Na most, hogyha ezt mi tudjuk, és a hozzátartozóknak tudjuk közvetíteni, akkor nyilván, hogy ők olyan hozzáállást fognak tanúsítani a szeretteikhez, hogy elpróbálják fogadni ezeket a viselkedéseket, hiszen jogosan dühös ez a beteg, az életéről van szó. És nem bántani akar, hanem csak szenved. Csak így van, szenved, így van. A következő állomás, akkor már elsorolnám a többit is, ez a tagadás állomása, amikor a beteg tagadja magát a betegség tényét, hogy ővele valóban ez nem történhet meg, és általában ez az a stádium, amikor Isten hívőké válnak azok a betegek is, akik egész életükben nem hittek Istenben. Megpróbálnak alkudozni, hogyha holnaptól nem csinálom már azt, amit eddig csináltam. Hogyha megpróbálok életmódot változtatni, akkor talán meggyógyulok, és ez a betegségem nem fog halállal végződni. Ezután a stádium után következik a depresszió állomása, amikor a beteg szomorú azért, mert az életébe elkövetkezett egy olyan pillanat, amikor szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy gyakorlatilag nem is a ténnyel, hanem a halállal néz szembe. És ezt el kell fogadnunk, hiszen ha elvesztünk az életünkbe valamit, teljesen mindegy, ez lehet egy kis dolog is, ugye szomorúak vagyunk, hogy ne lennénk akkor szomorúak, amikor az életünket veszítjük el. Tehát ezt is meg kell értenünk, és a hozzátartozóknak ezt is úgy kell prezentálnunk, tudatosítanunk, hogy ők is ezt így fogadják el. Tehát nem szabad azzal próbálkozni, hogy felvidítsuk a beteget, hiszen nem ez a módja ennek, hanem el kell fogadnunk, hogy igenis ő most szomorú, és ugyanakkor táplálnunk sem szabad ezt a szomorúságát. A következő állomás, és ez az utolsó állomás, ez az elfogadás állomása, amikor is a beteg elfogadja a visszafordíthatatlan tényt, ilyenkor magába fordul, ilyenkor szeret már egyedül lenni, ilyenkor gyakorlatilag már nem a szavak azok, amik esetleg segítenek, hanem csak a jelenlét, egy simogatás, egy pillantás, tehát a nonverbális kommunikáció kerül ilyenkor előtérbe. Minden stádiumban figyelembe kell venni a beteg érzéseit,
hiszen őróla van szó, nem rólunk. Hozzáteszem, a hozzátartozó ugyanúgy szenved, hiszen a szerettünknek az elvesztése az nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni, de azt tudomásul kell venni, hogy a halálnak a két arca az, amikor a saját halálunkról beszélünk, és az, amikor a hozzátartozónk haláláról beszélünk, az nagyon különböző. És a halál állomásait csak azt tudja átélni, aki benne van. Mi csak segíteni tudunk ebben fizikailag, a testi szükségletek kielégítésével, illetve lelkileg a lelki szükségletek kielégítésével. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy ha a hozzátartozók tudják ezeket, ismerik ezeket a stádiumokat, és gondolom a hospice szolgált embereitől sok ilyen elméleti tudást is szerezhetünk, akkor gyakorlatilag az ő gyászuk is kicsit könnyebbé válhat talán ezáltal. Tehát a betegnek is mindenképpen jobb, hogy kicsit szakértelemmel hozzábértőbben fordulnak hozzá, mint a hospice szolgálat, mint pedig a hozzátartozók, és talán a hozzátartozók is profitálhatnak ebből. Így van. Egy kicsit el is kanyarodtunk, mert az előző kérdés egy picit a külső világról is szólt. Na most ugye megváltoztak a halál és a haldoklásnak a körülményei. Régen, amikor egy családban halt meg egy beteg, egy hozzátartozó, mert ez volt a természetes, akkor a családtagok végig körülötte voltak, és végig szeretetteljes ellátásban, ápolásban részesült. Manapság, amikor a szociális körülmények is megváltoztak, és a szokások is megváltoztak ilyen szempontból, ugye a betegek nagy része kórházban hal meg. És azt azért tudjuk, hogy a kórházi körülmények között történő halál és haldoklás nem hasonlítható össze az otthonban történővel. Elég kiszolgáltatottnak, magára hagyatottnak, elhagyatottnak érzi magát a beteg, még akkor is, hogyha a hozzátartozók sokat tartózkodhatnak mellette. Tehát ezért kívánatos lenne a későbbiek folyamán a hospice szellemiségét a kórházi falakon kívülre vinni, és valóban a családokba, az otthonokba segíteni a haldokló betegeket abban, hogy békében tudjanak távozni. Végülis a nyugati egészségkultúra ez irányban mutat, tehát úgy néz ki, hogy tényleg ez az emberi halál, amikor az ember a családjával otthon töltheti az utolsó időket. Így van. Milyen jogai vannak a haldoklónak? Én tudom, hogy hoztál egy anyagot, és én úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen érdemes megosztani. Igen. A nézőkkel, ugyanis sokszor leírják a halálos beteg embert, sajnos a környezete, és sokszor a beteg önmagát is leírja, hogy ő már nem is teljes értékű, holott talán még különb jogai is vannak, mint a nem halálos beteg embernek. Így igaz. Hát ezek a haldoklóról, jogairól szóló törvény nem Magyarországon készült, ezt hozzáteszem, ezt egy angol nővérújságból vettük ki, de azt gondolom, hogy ez nem ország kérdése, hanem beteg kérdése. Úgyhogy akkor kezdem. Jogom van ahhoz, hogy halálomig eleven emberként bánjanak velem. Jogom van ahhoz, hogy a reményem megmaradjon, még ha tárgya változik is. Jogom van ahhoz, hogy olyanok gondozzanak, akik fent tudják tartani a remény érzését, bármennyire változzék is. Jogom van ahhoz, hogy közelgő halálommal kapcsolatos érzéseimet a magam módján fejezzem ki. Jogom van ahhoz, hogy az ellátásomat érintő döntések meghozatalában részt vegyek. Jogom van a folyamatos orvosi ellátáshoz és az ápoláshoz, még akkor is, amikor a cél már nem a végleges gyógyulás, hanem a jó közérzet. Jogom van ahhoz, hogy ne magamra hagyva halljak meg. Jogom van a fájdalommentességhez. Jogom van ahhoz, hogy a kérdéseimre őszintén válaszoljanak. Jogom van ahhoz, hogy ne tévesszenek meg. Jogom van ahhoz, hogy halálom elfogadásában a családom segítsen, és ők is segítséget kapjanak. Jogom van békében és méltóságban meghalni. Jogom van ahhoz, hogy megőrizzem az egyéniségemet, hogy ne ítéljenek el olyan döntéseim miatt, amelyek mások nézeteivel ellenkeznek. Jogom van vallási és lelki élményeimről beszélni és taglalni őket, bármit is jelentsenek azok mások számára. Jogom van elvárni azt, hogy halálom után is tiszteletben tartsák az emberi test szentségét. Jogom van ahhoz, hogy türelmes, tapintatos, hozzáértő emberek gondozzanak, akik megpróbálják megérteni, mire van szükségem, és akiket megelégedettséggel tölt el az, hogy segítsenek nekem akkor, amikor a halálommal nézek szembe. Hát azt gondolom, hogy ezek a szavak elmondanak mindent arról, hogy gyakorlatilag a
hospice szellemisége mit fejez ki, hogyha a betegeknek ezeket a jogokat meg akarjuk adni, már pedig nagyon szeretném, hogyha ez így lenne. Mindenképpen ez már előre mutat, én úgy gondolom, hogy a magyar egészségügy jelen állapotából is egy korszerűbb, emberbarátibb, hospice szellemiségű ellátásban, amik az egészségügynek egy rendkívül jelentős szeletét érinti, és meglehetősen kényes szeletét is, hiszen a gyógyíthatatlan betegekről van szó. Így van. Kérdezném azt tulajdonképpen, hogy hogyan indul el ez a kórházba? Csak tudom, hogy a kezdeti lépések vannak, de mégis mik a tervek nagy vonalakban? Hát nagyon botladozó kezdeti lépéseknél tartunk jelen pillanatban. Körülnéztünk az országban, hogy más hospice alapítványoknál, illetve más hospice szervezeteknél ez hogy működik. És gyakorlatilag a tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy nem adaptálható egyik sem a mi kórházunkra, hiszen a kórházunk jellegéből adódóan egészen mást kell csinálnunk. A kórházunk pavilonrendszerű. Ezt általában azért köztudott. Ez azt jelenti, hogy az osztályok különböző tömbökben foglalnak helyet, és gyakorlatilag minden osztályon van olyan beteg, aki hospice ellátást igényelne. Na most azt gondolom, azzal sem árulok el titkot, hogyha elmondom, hogy a kórházaink azért helyenként zsúfoltak a kórtermeink, és bizony nagyon nagy gondot okoz ezeknek a betegeknek az elszeparálása, az elkülönítése, holott ez is kívánatos lenne, hogy a hozzátartozóival egy bensőségesebb, meghittebb helyen tudjon találkozni az utolsó órákban. Tehát emiatt igen nehéz ennek a szervezése. Tulajdonképpen én sem gondoltam, hogy ilyen nehézségekkel fogunk szembenézni, de nem fog visszatántorítani bennünket attól, hogy tovább vigyük ezt az ügyet. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy egy alapítványt szeretnénk létrehozni a hospice betegek ellátásának a finanszírozására, hiszen a finanszírozást a biztosító nem biztosítja, jelen pillanatban még. Tudomásom szerint a kormány foglalkozik ezzel a gondolattal, és a későbbiekben esetleg kórházi szinten is hozzá tudunk jutni olyan anyagi forrásokhoz, amelyek ezt elősegítik, de jelen pillanatban ez nem áll rendelkezésünkre. Ezért, és hát nem kell mondanom, hogy hát pénzbe kerül minden, még akkor is, hogyha megpróbáljuk olyan szervezettséggel csinálni ezt a hospice-t, hogy minél kevesebb anyagi felhasználást tegyen lehetővé. Az alapítványunk most van szerveződőben, úgyhogy szeretettel veszem, hogyha bárki alapító tagként jelentkezik, hiszen az alapítványunk nyitott lesz, és mindenképpen ezeknek a betegeknek az ellátását fogja szolgálni. Most egy dolog, ami számomra még nem egészen és nem teljesen érthető. Szó esett itt ugye arról, hogy valahol az a cél, az a fő cél, hogy az emberek ugye otthon a saját körülményeik között, a saját családjukban éljék meg az utolsó szakaszát az életüknek. Viszont itt most ugye szó esett arról is, hogy a kórházban kellene esetleg erre egyfajta elkülönített hely. Akkor ez egy kezdeti lépés, és aztán a tovább lépés, így a végső van. Fázis lenne az, hogyha a hospice-nak az ápolói, az orvosok és akik még részt vesznek ebben, úgymond ki mennek a családokhoz, a házakhoz, a lakásokba? Igen, tulajdonképpen a távoli tervek ezek lennének. Jelen pillanatban ez még megvalósíthatatlannak, nem szeretem ezt a szót, de most ezt mondom, látszik. Most az látszik megvalósíthatónak, hogy kórházi keretek között tudjuk ezt elindítani, mégpedig egy mobil team segítségével, ami azt jelenti, hogy a pszichológus, a lelkész, a mentálhigiénés, a gyógytornász, a dietetikus oda megy, ahol arra szükség van, és gyakorlatilag a tanfolyam azt a célt szolgálja, hogy az ápolók közül is, és a szakdolgozók közül is minél többen ismerkedjenek meg ezzel a szellemiséggel, és gyakorlatilag az ápolást ilyen értelemben végezzék. Azt sem szabad elfejteni, mint kiegészítésként mondanám, hogy ha elkezdődik mondjuk a kórházban ez a szellemiség, ezt hazaviszik, hiszen egy halálos betegségnek a diagnózisa
nem akkor kell, hogy kiderüljön, amikor az ember végstádiumba kerül, hanem sokszor évekig élnek azzal tudattal, hogy küzdök egy betegség ellen, ami ellen küzdök, mert küzdenem kell, mert élni akarok, de előbb-utóbb ez valószínűleg elveszi az életemet. Tehát ezt a szellemiséget, ha időben elkezdjük, akkor bizony-bizony igen, bele tanulnak a hozzátartozók és a betegek is, és viszik tovább, viszik magukkal, viszik haza, viszik a körzeti orvoshoz, viszik a szomszédokhoz. Tehát valahonnan el kell indulni. Ugyan szó esett már itt egy számról, hogy most ezen a induló tanfolyamon 50-en, hogyha jól emlékszem, ennyien vesznek részt. Mekkora ellátórendszer kell, csúnya kifejezéssel szólva, ahhoz, hogy egy Tolna megyei kórházi szinten uralni lehessen, és mindenki megkaphassa a betegek közül ezt a fajta gondozást? Hogyha ez hospice otthonban történik, ez az ellátás, akkor gyakorlatilag 4-5 ápoló elegendő, egy orvos és így tovább. Tehát ennek megvannak a minimum feltételei, mind a tárgyi, mind a személyi feltételei, hogy tulajdonképpen mi kell ahhoz, hogy egy hospice otthont működtetni lehessen. Kórházi keretek között, mint ahogy mondtam, és nekünk nehéz helyzetünk van ilyen szempontból a pavilonrendszer miatt, ez nehéz megvalósítani az ápolók szempontjából is. És ez okoz nekem leginkább fejtörést, hiszen azt nem tehetjük meg, azt gondolom, a betegekkel, hogy ha ápolják egy osztályon, akkor idegen ápoló megy oda ápolni, aki nevezzük így hospice ápoló. Tehát mindenképpen az adott osztályon, ahol a beteget ápolják, gondozzák, a terápiás kezeléseket kapja, ott kell az ápolást megvalósítani, ezért az ápolók nagy számának kell ezt a tanfolyamot elvégezni, hogy birtokába legyenek ennek a tudásnak, ennek a szellemiségnek, és úgy tudjanak valóban odafordulni a betegekhez. Hozzáteszem, ezre nem mindenki alkalmas. Tehát erre nem lehet kötelezni senkit sem. Ezt valóban csak belső indítatásból lehet végezni. Egy olyan belső indítatásból, ami lehetővé teszi azt, hogy ezek az ápolók valóban úgy forduljanak, és olyan lelki segítséget is tudjanak a fizikai ápolás mellett nyújtani, amit ez megkíván. Mi a helyzet az orvosokkal, a pszichológusokkal, a lelkészekkel? Nekik is kell végezni ilyen tanfolyamot? Ők hogy lesznek bevonva ebbe a dologba? Ők be vannak már vonva ebbe a dologba, és ők is elvégzik a tanfolyamot, igen. Aki pedig komolyabban akar foglalkozni a későbbiekben vele, mint ahogy említettem az elején is már, ők egy középfokú tanfolyamot is el fognak végezni, tehát ezzel itt még nincs vége. Sőt, hát nagyon sokat lehetne erről beszélni, nagyon sok irodalom megjelent e tárgykörben. Nagyon sok előadást hallottunk már a gyászról, a gyász feldolgozásáról, és sorolhatnám, tehát nem akarok itt ebbe most belebonyolódni, de gyakorlatilag nem lehet egyfajta képzés nélkül ezt végezni. Tehát mindenképpen képezni kell akkor is, hogyha valaki nagyon sokat olvasott már e tárgykörben, az nem elegendő. És még egy van, ami szerintem nagyon fontos, és rá sokan nem tudják, hogy azzal, hogy valaki a hospice szellemében dolgozik majd, csomó olyan kérdéssel szembe kerül, amit nehéz feldolgozni, amiben ő is segítségre szorul, és tulajdonképpen egy tényleg a team az itt lesz majd igazán jelentős, és amikor az ápolók, akik hálásan nagy számban képződnek majd, ilyen szellemben tudnak a mindennapi ápolásban jelen lenni, akkor egymással kommunikálva segítenek, és tulajdonképpen egy önképzés folyik, a másik valamilyen problémát könnyebben dolgoz fel, akkor az tudja kommunikálni a másik ember felé. Valóban erre adottságok kellene. Így van. Hát a tanfolyam keretében belül nem csak elméleti oktatásban lesz részünk, hanem gyakorlati, nem is oktatásnak mondanám, hanem inkább egy fajta gyakorlati útmutatást is fogunk kapni. Egy módszertant, így van, ami kisebb csoportokba fog történni. Ezért nem, még ez az 50-es szám is azt mondják a szervezők, hogy egy kicsit soknak tűnik, hiszen a kisebb csoportok 10-15 főnél nem lehetnek többek, hát még az is egy picit soknak tűnik. De akkor az érdeklődés, hogy gyakorlatilag elég nehéz volt még ezt a számot is lefaragni. Egy záró kérdésre van lehetőségünk, mert az időnk nagyon elszaladt. Ez pedig legyen az, hogy nem esett még szó arról, mik a célkitűzések, mikorra épüljön ki teljesen ez a rendszer, mikor térjünk akár mi is egy beszélgetés erejéig vissza majd erre a dologra, hogy na, egy hónapja működik, és milyen
a tapasztalat? Na most ezt azt gondolom, hogy így dátumban nem tudom meghatározni, mégpedig azért nem tudom meghatározni, mert gyakorlatilag, mint ahogy mondtam, az első lépések elindultak, tehát már valamennyit dolgozunk benne, de ezt a gyakorlat fogja eldönteni. A gyakorlati tapasztalata, mindennapok gyakorlata, hogy tulajdonképpen hova fogunk ezzel eljutni, és mikor. Ugyanis a buktatók nagy részét most még nem látjuk. Azt akkor fogjuk látni, amikor elkezdjük ezt a munkát, hiszen az érdeklődés alkalmával más ilyen jellegű szerveződéseknél ők is elmondták, hogy bizony az indulás is nehéz, de közben jönnek ki olyan dolgok, amire nem lehet előre készülni, és közben kell átszervezéssel megoldani. Nyilván, hogy ez közben ki fog alakulni, ahogy elindul. Hát reményeim szerint azért egy fél év, egy év múlva biztos, hogy visszatérhetünk rá. Sok sikert a munkájukhoz. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket, viszontlátásra.